Június 9-én tartják az Európa Parlamenti, az önkormányzati, valamint a nemzetiségi választásokat. Az általános választást egy eljárásban tartják, és újdonság, hogy a szavazás napján a névjegyzéket csak egyszer kell a választóknak aláírni. Annyi újdonság lesz például a névjegyzékvezetést illetően, hogy a választópolgár egy helyütt kell, hogy aláírja a névjegyzéket, ezzel valamennyi szavazó lapot, amelyekben jogosult részt venni a választásokon, meg fogja kapni a bizottságtól. Nem kell például a nemzetiségi választópolgárnak egy külön asztalhoz mennie. Április 20-a az első határidő az idei választásokkal kapcsolatban, és a hivatalos kampány is ezen a napon indul. A jelölő szervezeteknek a nyilvántartásba vétele folyik. Ezt követően adhatják le az ajánló ívek iránti igényt. Ugye ezek azok az ívek, amin a szükséges jelöltséget össze kell szerezniük. Legkorábban április 20-án lehet megkapni ezt az ívet, illetve a választásjogi értelemben szintén április 20-ától indul a kampány. Az Európai Uniós állampolgárok május 24-én 16 óráig kérhetik felvételüket a névjegyzékbe, amennyiben az Európai Parlament magyar képviselőire szeretnének szavazni.